Földösi Margit Színház és Dráma stúdiójában járunk. A foglalkozások elsődleges célja, hogy a színjáték eszközeivel játékos formában próbálják a jelenlévők személyiségét szépíteni, fejleszteni, kerekíteni, a gátlásokat feloldani. Rettentően fontosnak tartom, hogy ami az embert éri, kudarc vagy siker, azt fel tudja dolgozni már apró gyerekkortól kezdve. Hát ez a célunk. Megtanítjuk magunkat, szándékosan fogalmazok így, hinni egymásba. Mindenki másba hisz, de hit nélkül nem megy a dolog. Tehát el kell hinnie egy fiatalnak saját magát, egy gyereknek. Sikerélmény nélkül nem lehet élni. Na most tulajdonképpen az ember a napi betevő sikerélményét megkapja, akkor van kapaszkodója. Ezért a foglalkozásokon nem csupán azok vesznek részt, akik a későbbiekben színészek vagy média szereplők szeretnének lenni. Például van közöttük orvostanhallgató is. Szájsebészre sincs szükségem! Szájsebész... Fogasz ki a nyelvedet? Szájsebészre sincs szükségem. A szituációs gyakorlatok többek között segítenek a probléma megoldásban és toleranciára tanítanak. Leginkább az, hogy az ember hogyan találja fel magát olyan helyzetekben, mondjuk egy gimnáziumi életben, amiben én ezt felvettem, ahol kezelni tudja az olyan emberekkel való konfrontációt, aki lehet, hogy rang szintjén teljesen máshol áll. Tehát egy kicsit jobban el lehet vele helyezkedni társadalmi rétegekben. Nyit, bátorít, színesít, mindenki jobbkedvű. Add meg magad, vagy meg vagy vadd egy makadnagy. Add meg magad, vagy meg vagy vadd egy makadnagy. Egy meg magma meg mágyra. Egy meg magma meg mágyra. Egy meg magma meg még egy meg magma. Egy meg magma meg még egy meg magma. Két meg magma meg még egy meg magma. Két meg magma meg még egy meg magma. A titikakat, ami tektikek titka. A titikakat, ami tektikek titka. Limpobói pápapot. Az ilyen jellegű gyakorlatok pedig a beszédkészséget és a szép kiejtést fejlesztik. Jó! A Margit nagyon-nagyon sok mindent tud, nagyon sok mindent tud átadni és megtanítani egy gondolkodásmódot például. Hogy ezekben a szituációs gyakorlatokban, akár a felvételén, ha elét teszik, akkor nem állsz ott kukán, hanem azonnal beindul az agyad, erre rátanít, erre rákészít. És én sok tapasztalatot ott és egyébként szeretetet is kaptam itt, úgyhogy egy jó közösség van és jó fejemberek és jó közöttük lenni. Margit azt mondja, hogy megszállottja annak, amit csinál, ezért is szeretnek hozzájárni kicsik és nagyok egyaránt. Én ezt otthonról hozom. A színház végtelen szeretetét épp úgy, mint amit manapság nem divat mondani, hogy kérem, én szeretem az embereket. A gyerekekkel én nagyon baráti viszonyban vagyok. Tehát azt a fajta tartást, amit sokszor elválnak egy tanár-diák viszonyba. Hozzáteszem, hogy én nem vagyok tanár, én színész vagyok. Tehát mindent abból csinálok. Itt nincsen. Nem kell félni tőlem, nem kell másképpen viselkedni, hogyha bejövök a szobába, mint ha kimegyek. A Dráma stúdióban 3 és 99 éves kor között bárki jelentkezhet.